Gyönyörű zenék, tündérek, manók, varázslat és persze szerelem a Danubia zenekar tolmácsolásában. Ezt kapta az, aki kedden este meghallgatta a püspökvári zenés esték idei nyarának első koncertjét. A nyitókoncerten Hámori Máté Lisztdíjas karmester vezényelt, miközben kommentárjaival a két zeneóriás műveit helyeztek középpontba. Ezen az estén Schumann és Mendelssohn műveivé volt a főszerep a Danubia zenekar előadásában. Az eredeti kiinduló pont az az volt, hogy a Szent Iván éjnek a közelsége az megihlette azt, hogy eljátsszuk a Szent Iván éj álom szvittet. Ugye Mendelssohn leghíresebb, vagy legtöbbet játszott műve talán. És ez hozta magával aztán a többit. Mendelssohnnak ugye kortársa volt Schumann, és valamilyen szempontból kapcsolódik is a zenéjük, az a koncertünk címe, hogy Álom az élet, kérdőjellel. Most az ő művészetük is, általában ez a korai romantika nagyon erősen épít az álomra, az álom és a valóság különbözőségére. És erről is majd ejtek pár szót, illetve magukból a művekből is, ahogy elindul a Szent Iván éj álom nyitánya, vagy ahogy elindul a cselló verseny Schumanntól, amit játszani fogunk, mind a kettő olyan, hogy egy álomnak a kezdőképeit látnánk. A püspökvári zenés esték a hagyományokhoz híven klasszikus művekből válogat az idei nyárra is. Három koncert csendül fel a nyári hónapokban, a nyitókoncertet követően júliusban és augusztusban is várja híveit a zenei sorozat, mondta Szamosi Szabolcs, Lisztdíjas orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója. Hazánk és a világ legkiválóbb részfúvósai érkeznek, Uwe Köhler, trombita művész, és a magyar részfúvós kvintet adnak elő népszerű dallamokat a második koncerten július 11-én, ahol nem csak a klasszikus zenei gyöngyszemei, hanem a filmzenékből is hallhatunk slágereket, majd a záró program egy ütős program lesz Vibrafónium címmel augusztus 6-án, ahol egy ütős együttes nagyon színes apparátussal vonósok, jazz együttes és fúvósok adnak elő egy nagyon színes, izgalmas, jazzes, könnyed nyáresti programot. A Danubia zenekar visszatérő vendég töretlen népszerűségnek örvend a pécsiek körében is, tette hozzá Szamosi Szabolcs.